Sziasztok! Írja Anna, hogy a gyors gyaloglást, amikor elkezdte, akkor ugye a levegő kapkodása miatt fulladt ki. Ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon fontos komment, mert amikor én annak idején elkezdtem ugye 125 kilóval a mozgást, nálam pont ez volt az egyik motiváció, hogy a mindennapi életben ezt a lihegés, fulladást, szuszogást valahogy meg tudjam változtatni. Ez nem csak a gyors gyaloglásnál volt probléma, hanem mondjuk amikor a szennyes ládát próbáltam felcipelni például az emeletre. Nagyon jól csinálod egyébként, hogy gyalogolsz és nem futsz. Én is úgy kezdtem el, hogy ilyen tempósan gyalogoltam, és a fülemben volt valami jó zene, és amikor a zenének jött a refrén része, akkor kezdtem el egy kicsit ütemesebben hát így joggingolni, vagy kocogni, tehát egy kicsit gyorsabbra venni a ritmust. Nagyon-nagyon jó, hogyha gyors gyaloglással kezdünk, főleg, hogyha nagy túlsúly van rajtunk, és tartsatok ki, tarts ki te is, mert nagyon-nagyon megéri, és hogyha lemennek azok a plusz kilók, akkor már korlátlan ideig tudunk gyors gyalogolni vagy kocogni. Hajrá mindenkinek! Sziasztok!